videó, de egy kis késéssel ez kikerül majd az élő csatornára is. Csak gyorsan meg akartam mutatni nektek a sztékelés folyamatát a szkalopon belül, úgyhogy ha visszamegyünk a Kukoinnak a honlapjára, akkor láthatjátok, hogy itt kezdeti 100 dollárig is fölment az ár, és most ilyen pillanatban 2,39-en van, természetesen ez visszaesett, és szerintem ez körülbelül egy ilyen floor bottom, ez a 2 dollár, és innen fog emelkedni. Ugye mondtam nektek, hogy egy kis részével fogok csak menni 20%-kal az első gyertyába, és az összes többivel pedig ugye megpróbálom eltalálni az alját. Ez annyiban változott, hogy nem volt nyilvánvaló nekem a Kukoinnak a fölötte, nagyon ritkán kereskedek itt, és a price pa limit árba a teljes összeget, amire akartam vásárolni, azt írtam be, és az pedig a darabár volt, így 60 dollárért sikerült sajnos megvennem, úgyhogy itt ez nekem mindenképpen szerintem egy bukta, vagy maximum a pénz jön vissza, viszont nektek, akik nem vagytok ilyen bénák, ez egy egész jó beszálló lehet szerintem, ez a 240, persze érdemes még akár megvárni azt is, hogy elinduljon fölfelé, és mindenképpen, hogy a volume itt, tehát a forgalom, az annak a növekedése alá támaszza az emelkedést, tehát ne csak az emelkedés, ne csak az ár nőjön, hanem a volume is, és akkor talán szerintem érdemes ide beszállni, és megígértem, hogy ugye csinálok a stékelésről egy gyors videót, úgyhogy ugye látjátok itt, hogy Binance Smart Chain-en kell a MetaMask-ot csatlakoztatni, és a Binance Smart Chain-en kell áthívni a walletba, hogyha Kucoinon kereskedtetek, és nem pedig a PancakeSwap-on. És akkor itt nyilván, ha összekötitek a tárcát, akkor itt kiírja, hogy akár még 4 évre is le lehet stékelni, és ez esetben 200% az APY, tehát a Annualized Profit Yield, tehát az éves hozam 200% is lehet, tehát háromszorozódik a darabszám. Aztán, hogy az értéke hogy változik, azt nem tudhatjuk, de ha például egy hónapra stékelném most ezt itt le, akkor az éves annual yield az 4,91 lenne. Ugye ez egy teljesen más történet, mint a klímatókán. A klímatókánél 32 000 körül van az éves APY, és az ár csak fölfele ment, ezek nem egyformák, ezek a kibocsátások. Ettől függetlenül, hogy nekem ez nem jött ki jól, nektek még nagyon szépen alakulhat, láthatjátok jelen pillanatban 1,9-2,1 dollár az árfolyam, és itt kilaposodott, kisimult az 1 perces csárt, hogyha az 5 percesre átmegyek, akkor itt látszik, hogy azért itt még egy trend van lefele, úgyhogy még csak óvatosan. Jó, ennyi lett volna, sziasztok, a dollár legyen veletek, találkozunk a következő videóban. We'll be right back.